egy halászlét fogunk most készíteni. A halakat lehetőség szerint frissen élő állapotban vegyük meg. Én hozzá egy pontyot vettem, egy kárászt, illetve egy pár darab apró törpehacsát, illetve ami még szükséges majd hozzá, vöröshagyma, paprika, erős paprika, illetve paradicsom, és majd piros paprikát fogunk majd a végén még és rászórni. Az első feladatunk az lesz, hogy a halakat megtisztítjuk. Hát, a pontyot, hogyha megvettük, akkor itt a homlokánál tudjuk határozott ütéssel megütni, és akkor a halacska megadja magát. Első feladatunk az lesz, ez egy tükörpont ebben az esetben, hogy megtisztítjuk. Ezen kevés pikkely van, úgyhogy miután ezt megtisztítottuk, alaposan jól megmossuk, és ki fogjuk majd szedni belőle a belsőséget, illetve ha van benne haltej, esetleg ikra, azt félrerakjuk, és majd az lesz a levesnek az egyik betét része. Én jobban szeretem ezt a tükörpontot, meg kevesebbet kell rajta pucolni. Ízben szerintem mindegy. Tiszt megtisztítottuk, majd utána alaposan megmossuk, még innen a hasáról is leszedjük, hogyha sikerül. És kész. Megtisztítjuk a kárászt. Azt úgy tudom legegyszerűbben megtenni, a farok felől fölnyúlok egy kicsit a késsel, és levágom tulajdonképpen. Tehát így jön le leghatékonyabban és legegyszerűbben. Természetesen kell hozzá egy jó éles kés. Hoppá. Nem volt elég határozott, úgy látom az ütés. Ami még megmaradt rajta, az természetesen visszafelé még letakarítjuk. Megmossuk. A halakat megtisztogattuk, most azt következik, hogy szépen lefilézzük. A halat azt úgy tudom legegyszerűbben kibontani, hogy itt hátulról egy éles késsel, egy határozott, ezzel maradt még egy pár pike, határozottan itt végigvágjuk a hasalját, egészen a fejéig, és megbontjuk, és kivesszük majd belőle a belsőséget, meg is van. A belsőséget pedig elrakjuk. A légzőbuborék, ugye ettől tud úszni a halacska a vízbe. És a belsőség, a haltej, illetve az ikrája. Természetesen a halacskát alaposan megmossuk belülről is, illetve még egy nagyon fontos részét majd ki kell vennünk, a keserű foga. Kivesszük belőle. Én mindig ki szoktam venni belőle a kopoltyú részét, és az véleményem szerint nem tesz jót a halászlébe. Erre sincs szükség. A keszeget is előkészítjük. Azt is így vékonyan végigvágjuk. Ha sikerül, akkor természetesen két úszó közötti részt elvágjuk. Okay. És ebből is kiszedjük a belsőséget. Úgy látom, ebben is van bőven. Természetesen ezt is felhasználjuk majd a halászlébe. Jó. És most jöhetnek a törpehacsák. Simán meg tudom fogni. Megtisztítottuk a halakat, kivettünk belőle minden belsőséget, most megfilézzük. Mint mondtam, a keserű fog részét azt vegyük ki, az itt található benne, tehát ez a rész. Ezt majd kiszedjük a levesből, tehát ez nem ne kerüljön bele. Most azt fogom megtenni, hogy leveszem róla a húst, amire szükségem lesz majd. Egy kés segítségével végigvágom a gerincoszlop mentén. Itt most mondhatnám azt is, hogy annyira nem fontos, hogy az összes halat leszedjük a gerincről, illetve a bordákról, mert úgyis bele fogom főzni az összes csontot, és arról pedig ugye lefő a levesbe. Tehát egyik oldalt megcsináljuk, és a másik oldalát is ugyanilyenre leszedjük,
ezt majd természetesen félre rakom, és majd akkor fogom felhasználni, amikor már a halászlébe a betétet akarom belefőzni. Levágjuk a gerincoszlopot róla, belerakjuk az alaplébe, a halból kiszedjük ezt a keserű fogat. Ez is megtörtént. Kivettem belőle, és ezt a többi részét pedig belerakom. Én ezt a hasalja részét is mindig bele szoktam rakni. Belerakom az apró halakat is. Ezeket csak egy kicsit el szoktam vágni 2-3 részbe. Könnyebben szét tudjanak főni. Törpehadságot is. Majd felöntöm körülbelül 2-2,5 liternyi vízzel, és körülbelül egy másfél-két órán át fogjuk főzni, miközben felforra a halalaplé, hozzárakom majd a vöröshagymát, illetve a sót. Előkészítettük a halat, most már felraktuk a vízbe, összedarabolom a vöröshagymát. Én nem szoktam vele sokat foglalkozni, ilyen vékony kis félkarikákra összevágom és rászórom, majd szétfő menet közben, illetve majd át fogjuk szűrni szűrőn keresztül, tehát nem fog belekerülni úgyse. Én szoktam belerakni paprikát, illetve paradicsomot is még. Paprikát természetesen kicsomázzuk, a magjait kivesszük, illetve amikor már átszűrtem, olyankor is szoktam még egy pár paprikát és paradicsomot hozzárakni. Szoktam belerakni egy kevés erős paprikát is, az elég erős, úgyhogy nem rakok bele olyan nagyon nagy darabot, illetve paradicsomot is megsózzuk, és innen körülbelül egy másfél-két órán át főzzük. Már a vége felé tartunk a halászlé készítésénél. Lehet látni, hogy a tetején összegyűlt a halnak a sírja. Ilyenkor szoktam én rászorni a piros paprikát. Én sima, édes paprikát szoktam használni. Hát ekkora mennyiséghez körülbelül 2 kupos evőkanálnyi piros paprikára lesz szükségünk. Illetve én szoktam rakni ilyen házilag készített paprika krémet. Még egy 4 óra 20 percig főzzük, amíg a paprika kiadja a színét, illetve az ízét. Hogyha elkészül, átszűrjük, közben pedig előkészítjük a további hozzávalókat, a halat, illetve még a zöldséget, amit bele szeretnénk rakni. Körülbelül ilyen fél centinként belevágunk. Ezt azért tesszük meg, hogy a szálkákat, ezeket az Y szálkákat keresztirányba eldaraboljuk, és így nem kell majd kiszedegetni a levesből. Akkor le kell sózni, és ebben a sóban, amíg elkészül a hal, állni fog. Ezzel egy kicsit elveszíti azt a kellemetlen esetleg pocsolyait. Elkészült a halászlénk, rajta van piros paprika, minden. Beletesszük a szűrőbe, és egy szűrőn keresztül kanál segítségével, mert szoktam egy kicsit nyomkodni. Ami átmegy, átmegy a sűrejéből, ami nem, az megy ki. Hogyha átszűrtem, beleteszem az összedarabolt halat. Én szoktam még a paprikából, illetve a paradicsomból apró kockákat még belerakni, és körülbelül még egy 15-20 percig főzzük, hogyha pedig elkészült, akkor forrón lehet tálalni,